A 478-as rendelet értelmében december hónapban sem volt tartható a megszokott képviselőtestületi ülés, a döntéseket ezúttal is a polgármester hozta meg. A polgármesteri döntésekről Keserű László jegyző tájékoztatta televíziónkat. A veszélyhelyzet fennállása alatt továbbra is azok a jogszabályok, az irányadóak, amely alapján a képviselőtestület, illetve a bizottságok hatáskörébe tartozó döntéseket a polgármester hozza meg. December hónapban eddig az alábbi döntések születtek. A debreceni törvényszék jogerősítélete majd egy felülvizsgálati eljárás során a kúria döntése alapján a püspökladányi egyesített óvodai intézménynek, mint alperesnek 13,5 millió forintot kellett egy volt munkavállalójának kifizetni. Ezt az összeget 50-50%-ban az óvodai, illetve önkormányzati költségvetésből lehetett kifizetni. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata előírja, hogy a képviselőtestület fél éves ülésterv alapján tartja az üléseit. Igaz, hogy veszélyhelyzet alatt nem ülésezhet a testület, de a SMS-nek akkor is érvényes ez az előírása. Ezért a érintett képviselők véleményét kikérve összeállításra került a 2021 első félévi ülésterv. Ezen főnapirendi pontok leginkább jogszabályon alapuló kötelező beszámolási kötelezettségi bíró napirendi pontok, illetve intézményi beszámolók tartoznak elsősorban ebbe a körbe, és hát természetesen minden hónapban az adott aktuális döntésre váró előterjesztések, mint különfélék kerülnek előterjesztésre. Munkácsi Mihály díj kitüntetése került felterjesztésre Györfi Lajos szobrászművész úr. Azok a civil szervezetek és alapítványok, akik 2020-ban önkormányzati támogatást kaptak működésükhöz, de a kialakult veszélyhelyzet miatt nem tudták felhasználni a támogatást, mert rendezvények megtartására kérték, de ebben az évben módjuk és lehetőségük van arra, hogy a működésükre fel tudják használni ezen támogatási összegeket, és ezt kérelmezték is. Ezek a civil szervezetek és alapítványok ez évi felhasználásra ennek az összegnek a felhasználását megkapták. 261.000 forint elévült követelésre törölve a tájékoztatóközpont részére, ezek 2009 és 2015 között keletkezett és úgymond behagyhatatlan követelések. A Püspökladányi Egyesített Óvoda Intézmény múlt havi beszámolóját átdolgozásra visszaküldtük a intézménynek, képviselői és bizottsági tagok javaslatai véleménye alapján. Ez a beszámoló kiegészítésre került, átdolgozásra került, így ebben a formában elfogadásra került a beszámolójuk, csak úgy, mint a 2021 évre vonatkozó munkatervük is. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta jóváhagyásra, beküldte az önkormányzatnak az ügyrendjét. Ezt a tulajdonosi minőségben a képviselőtestületnek kell jóváhagynia. A beterjesztett ügyrend elfogadásra került. A Sáréti Középiskolás gyerekekért közhasznú alapítvány számára megítélt támogatás is jóváhagyásra került ez évi felhasználásra. Itt szintén rendezvény megtartása helyett a működésükre technikai eszközök projektor beszerzésére kívánják ezt az összeget felhasználni. Magasabb jogszabályi előírások rendelkeznek arról, hogy az önkormányzatnak működtetnie kell egy úgynevezett belső ellenőrzést. Ez irányulhat önkormányzatra, önkormányzati intézményekre, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokra. Minden évben el kell készíteni egy belső ellenőrzési tervet. Ez most jóváhagyásra került. Lényegében 5 célcsoport lett megjelölve: közös önkormányzati hivatal, önkormányzat, főzőkonyhák, és ezek lényegében egy utólagos ellenőrzések. 2021-ben a belső ellenőrzést azt fogja majd vizsgálni, hogy a korábban elvégzett vizsgálatok alapján a feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek-e, és azok racionális döntések eredményeképpen kerültek-e megszüntetésre. A közszületeken történő
kötelező maszk viselésre vonatkozó korábbi önkormányzati rendelet december 11-én hatályát vesztette, de született egy olyan polgármesteri döntés, amely kimondja, hogy 2021. január 11-ig továbbra is a közterületeken és a nyilvános helyeken kötelező a masznak a viselése. Módosításra került az önkormányzat 2020 évi költségvetési rendelete. Két nagyon fontos elemét szeretném kiemelni. Egyik az, hogy a 70 éven felüli püspökladányi lakosok egyszeri 6000 forint támogatásban részesülnek, illetve ezen felül a 90 életévüket betöltött személyek plusz 6000 forint támogatásban, és a 2020-ban született püspökladányi újszülöttek, akik ladányi lakóhelyel vagy tartózkodási helyen rendelkeznek, és ténylegesen is püspökladányban élnek, ők pedig egy egyszeri 20.000 forintos támogatásban részesülnek. Ezeknek a támogatásoknak a kifizetéséhez a védőnői szakszolgálat közreműködését és segítségét vesszük igénybe. Azok az újszülöttek, akik december utolsó napjaiban jönnek a világra, ők 2021. január 5-éig fogják megkapni a támogatást. Tehát 2020-ban ez a költségvetési rendeletben lett szabályozva, viszont 2021-től a helyi szociális rendelet egy új tartalmi eleme lesz az újszülötteknek a támogatása. A támogatás összegét pedig minden évben az adott évi költségvetési rendelet fogja megállapítani. Módosult a adó jogszabályok egy része, helyi iparőrzési adóval, gépjárműadóval kapcsolatosan, ezzel összefüggésben tájékoztattuk a lakosságot a Radián reklámújságban. Kérjük mindenkit, hogy ezeket vegye figyelembe, illetve amennyiben bármilyen kérdésük merülnek fel a adózással kapcsolatosan, bővebb információra van szükségük, vagy adategyeztetés, vagy értelmezési kérdések merülnek fel, úgy az adócsoport kollégái készséggel állnak rendelkezésre. Ha ebben az évben még születni fog döntés, az nyilván akkor egy polgármesteri határozattal vagy rendelettel akkor realizálódni fog, és erről pedig úgy, mint eddig a későbbiekben a tisztelt lakosságot tájékoztatni fogjuk. És ezt az alkalmat szeretném megragadni, hogy püspökladány minden lakosának kellemes, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánjak magam és a kollégáim nevében. Köszönöm szépen!